Szorványos taps fogadta a frissen megválasztott Kondz Zsófiát vasárnap este Szerencsen. Az elhunyt édesapja helyét átvevő fideszes politikus kevesebb mint egy percet beszélt a választási győzelme után. Úgy gondolom, hogy egy olyan kampány sikerült véghez vinni, amelyre édesapám is nagyon-nagyon büszke lenne. A kormánypárti jelölt kampányának központi eleme a Facebook oldala volt. A kevesebb mint két hónapja létrehozott oldalnak mára csak nem 20 000 követője van. Kondz Zsófia minden kampányeseméről itt közöltek beszámolót képekkel, videókkal. Annak érdekében pedig, hogy ezek minél több emberhez eljussanak, fizetett is Kondz Zsófia. A Facebook adatai alapján múlt csütörtökig már több mint 5 millió forintot. A végső összeg csak akkor derül ki, ha az utolsó napok hirdetései is lejárnak, de a közösségi oldal tájékoztatása szerint legalább 5,5 millió forintnál áll majd meg a számláló. Ez pedig több, mint amennyi pénzt egy jelölt a törvény szerint elkölthet kampányra. Jelöltenként legfeljebb 5 millió forint fordítható a kampányra. Ezt egyébként az inflációval kell korrigálni minden évben, és ennek megfelelően a jelenleg hatályos összeg az kb. 5.460.000 forint. De Kondz Zsófia nem csak a közösségi médiában kampányolt. Egymást érték az őt ábrázoló plakátok a választókerület szinte összes településén. A kampányban pedig 6 miniszterrel volt közös eseménye. Sőt, a kormánypártok akciós krumpli és hagymavásárt is szerveztek egy héttel a választások előtt. A szavazás után ezt emelte ki a Jobbik elnöke is. A Fidesz számára ez egy logisztikai verseny volt. A mi szavazóink hitből és lelkesedésből mentek szavazni, hát a fideszes szavazók pedig, hát mondjuk úgy, hogyha krumplira volt szükségük, akkor tudták, hogy hova kell menni. Krumpli király van Magyarországon, ez a helyzet. Ma koronáztuk meg. Kerestük a Fideszt, hogy megtudjuk, a közösségi médián kívül mennyi pénzt költöttek plakátokra, zöldségvására és a kampányra összességében. Írásban csak annyit válaszoltak, a Fidesz-KDNP minden vonatkozó törvényt betartott a választási kampányban. A kampányköltéseket az állami számvevőszék ellenőrzi hivatalból. Ha kiderül, hogy valamelyik jelölt túllépte a keretét, akkor a túllépés összegének a kétszeresét kell visszafizetnie a költségvetésbe.